Na menjél innen, mert én nem ütök őt! Én még soha nem ütöttem meg őt! Kivétel, amikor a holcerné 3 hétig fekült kórházban! Úgyhogy ha most nem hagyod itt ezt békén, én igazán megmutatom neked, hogy hol lakik az Atya Úristen! Életművész, slendrián, szórakoztatóipari srác, amikor hirtelen a figyelem középpontjából átkerül egy ilyen lány figyelmébe, aki nem a hülyéskedését, meg a felületességeit helyezi előtérbe, hanem a belsejét látja meg, tehát az igazi embert és a lelkét, meg a gyermeki mi voltát, akkor ugye az ember így hirtelen megváltozik, és azt érzi, hogy hát ez lehetetlen, hogy semmiféle fogást nem talál ezen a lányon, hogy ja, te az a típus, nem az a típus. Hirtelen nem működik semmi olyan dolog, ami eddig működött a lányokkal kapcsolatban, és ilyenkor jön az, hogy szerelembe esik a történetben az ember. Eljött velünk, haza kísérjük. Muszáj menni? Nem muszáj. Hát akkor itt maradok. Én figyelmeztettem. Köszönöm szépen. Endre, Júlia, menjünk! Azért bonyolultabb a történet, mert azért az én figurám mégsem tudja levetkőzni azokat a gyarlóságokat, amiket eddig is életében elkövetett. Beteg vagy? Nem. És azt is mondtad, hogy olyan másféle kedvem van. Mondtam, talán az esztergályos. Mi? Te hogy az esztergályos? Én nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy tulajdonképpen mi szerethető a Liliomban. Mert azért sok mindent nem találtam. Igen. Veri a nőket azért, az tény. Nyilván van egy megnyerő külseje, egy jó dumája, amivel leveszi a csajokat a lábáról. Mi próbálunk nagy hangsúlyt fektetni arra, hogy legyen humora a Julinak is, meg a Liliomnak is, mert vagy hát engem például a humor az le tud venni a lábamról, és valahogy ezt keresgéljük, hogy két fiatal találkozik, és mi az, ami első pillanatra így megkapja a másikban. Van szeretőd? Nincs. Ne hazudj! Mondanám, ha lenne, nem is volt sok. Csak azt nem mondta, hogy azt sem tudod, hogy miért vagy itt velem. Amíg nem lett volna szeretőd, nem maradtál volna ilyen könnyen. Mentél te már? Azért jössz. Minek vagy itt? Hát, hogy ne hagyjalak egyedül. De annyira mi humorunk van benne, ahogy mondta Betty is, hogy ilyen váratlan dolgok is lehetnek benne, ami szerintem nagyon jó, és ettől ilyen élővé válik, meg kicsit olyan, mint ahogy most élünk, vagy hogy most beszélünk, szóval ilyen kicsit ilyen lazább, dobottabb történet, de közben meg mégis megtartja azokat a klasszikus jegyeket, klasszikus jegyeket, amik egyébként a Liliomban benne vannak. Tönkre akarod tenni az üzletemet! Taperoltam, ki vagyok rúgva! Nem vagy kirúgva! Ja, menjél már! Mi a rúgták ki? Vagyis hát mert téged kedvel. Nem is kedvel. De kedvel. Szerintem mi arra törekszünk, hogy azért ne legyen feloldozva, mert ezért is meg van cserélve két jelenet, és az eredetiben a végén az a kb. Utolsó mondat, hogy igen, van az úgy, hogy megütik az embert, és ez nem fáj, de nagyon fáj a Julinak. És ezért mi az ő monológiát tettük a legvégére, ezt egyébként nem a Dani találta ki, hanem már a Babarci féle előadásban is. Így volt, és így szerintem nem kap egy ilyen feloldozást a Liliom a végén, hogy jó, oké, ütöttél, vertél, de szeretlek. Szóval ez ettől sokkal bonyolultabb a mi felfogásunkban.